Sziasztok! Sok szeretettel üdvözöllek titeket! Hát srácok, nagyon rég nem voltam már ilyen sütős, főzős videóval, úgyhogy úgy döntöttem, hogy most készítek nektek egyet. Egy almás sütit fogok, amit már nagyon régóta ígérek a csajoknak. Csak hát valahogy mindig úgy jött, hogy sose nem jön össze. Na most megcsináljuk, egy omlós almás sütit fogok most ebbe a videóba készíteni, ami az én nagymamának a receptje alapján készül. Ezt tőle tanultam, és a családba hát senki nem készíti úgy, ahogy én szoktam. Egyedül én tanultam meg tőle ezt a receptet. Megmutatok nektek mindent lépésről lépésre, és akkor lássunk is hozzá, tartsatok velem ebbe a videóba. Na, és itt is vagyok nektek a hozzávalókkal. Láthatjátok, itt vannak az asztalon, hogy miket szoktam belerakni, és miket is fogok belerakni. Leírásban majd leírom nektek a pontos receptet, amúgy 60 deka finom liszt, 20 deka kristálycukor, 25 deka zsír, ezt a zsírt ezt én sütöttem, házi zsír, vagy ha boltit vesztek, az is teljesen jó, 3 darab tojássárgája, 1 darab sütőpor, és hát egy kis tejfő kell bele, nekem most ilyen nagy tejfölöm van, úgyhogy ennek a felét fogom beletenni, egy csipet só. Ennyi lesz a tésztája, és 2 kiló alma kell a tölteléknek, amit mindjárt meg fogok hámozni, lereszelem, és fahéjjal, vaníliacukorral, kristálycukorral egy kicsit meg fogom ezt párolni. Ez lesz a töltelék, úgyhogy ennyi az egész. Szerintem én kezdem most először is az almának a meghámozásával, és ezt fel fogom rakni, párolódni, aztán pedig összeállítjuk a tésztának a hozzávalóit. Akkor Krisztiánka segít nekem meghámozni az almát. Lehetőleg vékonyra. Krisztiánkám, ide csináljad, jó fiam? Mert akkor minden is almás lesz. Most segítel lereszelni? Segít. És amíg te lereszeled, akkor addig én meg majd a tésztát kezdem összeállítani. Jó, fahéjasan, vanília cukorral. Ezt meg fogjuk párolni. Van olyan verzió, aki az almát csak lereszeli, és úgy kicsavarja, úgymond, és úgy rakja a tésztába. Én nem szeretem azt, mert a tészta olyan, mintha nem sülne át, mert ugye kiengedi a levét, és ilyen mintha csirízes, nyers lenne, igen, a tészta. Én nem szeretem azt a verziót, én semmilyen süteményben nem szoktam nyers almát rakni, mindig előtt egy kicsit megpárolom. És igen, még azt elfelejtettem mondani, de nincs késő, úgyhogy most mondom, de fogom is mutatni is, hogy amikor kinyújtok egy lapot, mert ebből a tésztából 2 lapot fogunk készíteni, az egyik az alja, nyilván a másik a teteje. Az alját meg szoktam előtte szórni egy kis zsemlemorzsával, hogy ami az almából kijön nedvesség, az szépen felszívja, és akkor nem lesz a tésztánk ilyen. Yeah. Tudjátok, ilyen. Ez 2 kiló ez az alma. Tehát figyeljetek, ez meg függő, hogy ki mennyire akar vastag tölteléket bele, vékonyabbat. Szerintem ez a 2 kiló ez bőven ideális, jó, még mire lepucoljuk, meg minden is, meg még magház, meg minden van benne. Biztosan nem 2 kiló, hanem kevesebb. De szerintem nekünk ennyi elég lesz
vigyázzunk azért a rendre, ha egy mód van rá, hogy az mindet a ne legye. Az összes, igen. Na, már csak pár darab van is meg vagyunk. Mama mindig mikor sütötte ezt a... Azt majd úgy kivágjuk. Mikor... Igen. Na, jó. Na, tehát amikor mamám sütötte, közben csak így mondom nektek, ezt a sütit, hát akkor... Akkor mi ugye kicsik voltunk, ott voltak Emilék, öt nővére, még Ritukáék, mi, és mikor meghallottuk, hogy mama sütit süt, hát akkor délutára mindenkinek volt egy belépője mamához, mindenki nagyba várta az almásütit, és akkor én nem tudom milyen alaknak, rombusz alakba vágtam, és jó vastagon ilyen vaníliás porcukorral megszórta nekünk, kirakott nekünk egy ilyen nagy tálcával, tejjel, és az annyira ízlet. Tehát régebben gondolom sok mindenkinek nálunk az volt a szokás, hogy nem halmoztak el minket a szüleink annyi édességgel, hogy csokik, meg milka, meg mint jó, kaptunk csokit, meg gumicukrot, de inkább nekünk sütöttek. Anyujék azok általában mindig kalácsokat sütöttek nekünk, meg ilyen süteményeket, fantaszelet, úgyhogy mi úgy ettük az édességeket, nem úgy, hogy elmentünk venni. Na, ez az utcsó almánk maradt, ezt még Krisztiánka majd nekem meghámozza, és aztán pedig az almákat megmossuk, és a reszelőnek a nagyobbik részén, mindjárt idehozom és megmutatom, melyikre gondoltam, le fogjuk reszelni az almákat, és oda rakjuk ezt egy serpenyőbe, vagy lábasba, mi nem ég oda, és akkor ezt meg fogjuk párolni. Na, itt is vagyok, lemostam az almát, Krisztiánka szépen lereszeli nekem, én pedig a tésztát fogom összeállítani. Először is kezdjük a száraz alapanyagokkal, teszek bele egy jó kis csipetnyi sót, hozzárakom a 20 dekka kristálycukrot, a sütőport teljes egészében. Van, aki úgy csinálja, rak bele egy fél élesztőt, meg egy fél sütőport. Mind a kettő ugyanaz funkcionálja. Teljesen felesleges, csak a sütőport rakjuk bele. És ezt egy kicsit most így összekeverem. Egyébként ez a süti még apósom egyik kedvence is, úgyhogy vinni fogok neki is belőle. Nagyon szereti ezt a sütit. Illetve még sütök egy kis fasírtot, meg krumplipürét, hogy azt is viszek. Na, és hogyha így meg vagyunk nagyjából, akkor hozzárakjuk a 3 tojás sárgáját. Így. Hozzárakjuk a 25 deka zsírt. A zsír az ilyen puha legyen. Tehát ilyen, nem kell túl keménynek, nem kell nagyon hígra. Ez szerintem tökéletes ez az állag. És most vagyok bajba, mert a tejfőt nem bontottam ki, zsíros a kezem. Úgyhogy most megoldom. Valahogy így megoldom. És ennek a tejfölnek a felét fogom hozzárakni. Hozok gyorsan egy kanalat. Mert amúgy egy doboz kis tejfölt, azt nyugodtan hozzá lehet rakni, de én most nem tudtam a Pennybe venni kis tejfölt, ilyen laktózmentes, csak ilyen nagyot. Közben itt vannak Nikikék, a keresztlánya még, babáznak, meg jelmezbáva, meg minden. Na, úgyhogy benne van nekünk akkor minden. Nincs más dolgunk, mint összekeverjük, és tésztát gyúrunk belőle. Nem kell hozzá tejet akkor tegyetek, vagy vizet, mindegy, melyiket, hogyha nagyon nem akar összeállni, de össze kell állni. Nyugodtan lehet zsírral még egy kicsit pótolni, hogyha úgy érzitek. De addig kell gyúrni, még össze nem áll. Először ilyen morzsás lesz, aztán pedig majd szépen összeáll. És a zsír miatt lesz egyébként omlós. Hát ez egy zsíros tészta. Nagyon szépen össze fog állni nekünk. És akkor ezt kettő egyenlő részre kell majd elosztani. Képzeljétek, hogy kivettem a hűtőből az előbb a zsírt, és vettem ilyen jó, friss, ropogós kenyeret. És úgy megkívántuk a zsíros kenyért, hogy ettünk jó kis zsíros kenyert, a gyűrűm azt leveszem.
Jó lesz? Jó lesz, jó lesz. Na szóval figyelem mindenkinek. Ez a porhanyós állapot. Ez az állapothoz, hogy teljesen összeálljon. Hogyha akartok, még nyugodtan lehet rakni, mit tudom én, egy evőkanál, másfél evőkanál zsírt, vagy egy pici tejet is söntettek bele. Mindjárt én is szerintem én egy kis zsírt fogok még hozzáadni. Egyébként így fog összeállni. Ilyen linzeres tészta alap. Hozok egy kis zsírt. De szeretlek. Egy kanál. És még egyen. Na, ezzel már jól össze fog állni. A zsír is akkor fog jól feloldódni a kezünk melegétől. Ezt én már ebben az állapotban kiszoktam borítani az asztalra, és ott gyúrom ki teljesen. Na, sok almád van még? Meg csak egy pár darab van. Na, tehát mondtam, hogy a kezünk melegétől a zsír elkezd majd amúgy olvadni benne, úgyhogy teljesen összeáll. Láttátok, én két kis kanál zsírt raktam még hozzá. Gyönyörű szépen összeállt a tésztánk, mindjárt én ezt még azért kidolgozom itt az asztalon, mert a tálban annyira nem boldogulok. És hát ő reszeli az almát, lepakolom gyorsan az asztalt, és egy kicsit én ezt átdolgozom, átgyúrom, és mehetünk tovább. Na, én szabaddá tettem az asztalt. Volt nekem egy nagy deszkám, amin én csináltam a sütiket, csak azt kidobtam, mert festettünk, és összefestékeltük, mondom, hát én azzal nem, mert meg van belement itt a por, meg minden. Úgyhogy az asztalon fogom csinálni, egy kicsit most átgyúrom, utána pedig kettő egyelő részre fogjuk osztani a kis tésztánkat. A lányok már beöltöztek jelmezbe. Mit játszotok, csajok? Hamupipőkése. Igen? És ki a hamupipőke? Már mind a hárman. Jó, ő pedig... A boszorkány. Hát boszorkány, vagy csipke rózsikás ruhába. Á, nagyon szép Miki egér vagy. Mini egér, nem? Én csináltam meg a haját. Nagyon jó lett neki. Elmutatik, hogy a varázsolját. De alma kell. Na, menjetek bejátszani, jó? De akkor adjál egy almát. Anya, adol nekünk egy almát. Hát az összes almát lepucoltam. Majd a sütibe kaptok már csak. Anyu, segíthetek? Most nem, most a Krisztiánka segíti. Menjetek be szépen játszani. Összegyúrtam, és akkor ilyen kis téglalap alakúra, úgy nagyjából, hogy egyforma legyen mindenfele, és középen ketté vágom. Így. Megmutatom nektek, milyen szépen ki van dolgozva. Nem tudom, látszik-e. Így. Na és akkor hozok ide sütőpapírt. Soká lesz kész az alma, Krisztiánka. És ezt sütőpapíron fogom kinyújtani, mivel hogy ez ilyen omlós, tehát szakad, meg ilyen témák megtörténnek. De ez természetes dolog. Erre fogom rárakni, és ezen fogom kinyújtani. Ha nem tekerőd, ne fel ennyire. Ez a... Hú! Na várjuk. Dehogy már két vége felkunkorodik.
ezt az oldalát használjuk akkor. Picit meglisztezem. Így. És akkor ezen fogom kinyújtani. Ilyen téglalap alakúra. Kész. Kész van? Na akkor mindjárt hozok a serpenyőt, és ezt megfogjuk benne szépen. Belerakhatod, aha. Na, és hogyha kinyújtottuk ilyen, hát próbáljuk meg jó, ilyen egyenlő téglalap alakúra nyújtani, mert a következőt, tehát a második lapot is ugyanekkorára kell, amivel be fogjuk fedni. És lehetőleg egyforma vastagságú legyen. Figyelj, hogyha megszakad a tésztád valahol, akkor ne aggódj, nem lesz semmi baj, a kis kezeddel fogod, és akkor így majd így megnyomkodod, összeragazgatod. Mert ez egy ilyen zsíros ugye a tészta, és ez így össze fog tapadni, hogy összenyomod. Itt még egy kicsit átmegyek rajta, hogy teljesen egyenletesen legyen a tészta kinyújtva. Jó, és akkor a második lapot is kinyújtjuk. Lehetőleg ugyanekkorára, és most azért rakom sütőpapírra, mert hogyha az asztalon nyújtanám ki, mert ez ugye úgy is felülre megy, de az úgy nem lesz nekünk jó, mert le fog tapadni, és nem fogjuk tudni majd ráborítani a második lapot. Azért ezt is sütőpapíron csináljátok. Közben az almánkat mindjárt föl fogjuk rakni. Egy kicsit párolódni. Krisztiánk, addig előveszed nekem, fiam, a serpenyőt, a feketét, a nagyot. Ott van a szekrényben, azaz, jó helyet keresed. Azt rakd oda, mindjárt bele fogjuk az almát facsarni. Na, ki is nyújtottam mind a két lapot, nagyjából úgy próbáltam, hogy egyforma méretűek legyenek. A szélei azok ilyenek, tehát te majd ne ijedjetek meg, hogy ilyen a széle, ez ilyen szokott lenni. És ugye, hogy most ezzel megvagyunk, következik az alma előkészítése, amihez nincs más dolgunk, mint az almánkat, ki kell facsarjuk, kezünk segítségével kinyomjuk a levét és belerakjuk a serpenyőbe. Úgyhogy most ez következik. Na, hát a kezem az így lisztes, ez nem számít semmit. Próbáljuk meg, hogy... És akkor lehet a serpenyőbe. Nyugodtan használhatok 2 kilónál több almát is. Jó almás lesz akkor. Még én is nyugodtan vehettem volna többet. És amúgy elmondanám, hogy amit kinyomok levet az almából, ezt hogyha leszűritek mondjuk, akkor igen, a gyerekek természetesen megihassák, mert tiszta almalé, nincs hozzá keverve se cukor, semmi. 100%-os almalé. Szóval nem megy kárba.
A lányok itt susmárognak, rohangálnak. Finom lesz rá. Krisztiánkának is az egyik kedvenc süti ez. Hát gyerekek, én most a szobába őszintén megmondom, nem merek bemenni, mert hogy mik vannak ott most, ki tudja. A lányok, hogy mit művelnek. De nem baj, majd takarítanak, hát ennyi. Hát nem fogom én a kis játékokat utánuk összeszedni, úgyhogy majd ők megcsinálják. Na, közben még azt elmondom, még itt a végével killódok, hogy a cukor mennyiséget nem tudom nektek pontosan megítélni, mert nem tudjuk, hogy mikor mennyire édes egy alma, mennyire savanyú. Én megkóstoltam az enyémet, hát ez ilyen küszöbes szintű, úgyhogy nem kell olyan sok cukor hozzá, mert nyilván, hogyha savanyú, akkor mit művelnek ezek? Tehát, hogyha savanyú, akkor több cukor kell bele. Ha édes, akkor nyilván értelemszerűen kevesebb, úgyhogy ezt nem fogom tudni nektek megmondani, hogy pontosan mennyi kell, hanem ahogy érzitek meg, hogy mennyire szeretnétek, hogy édes legyen. Na, meg vagyok ezzel, úgyhogy én most ezt be fogom ízesíteni vaníliacukorral, kristálycukorral és fahéjjal. Nem sőtöm, melyik szeretem egészségeket. Elég édes amúgy, hogy érzed? Jó. Na, keresünk nektek ide vaníliacukrot. Mi vagyunk? Itt a fahéj, vaníliacukor, kristály, cuki. És, na, befűszerezzük. Elkapcsolod a sütődet, és akkor a fahéjt is. Hát, ki mennyire szereti az almást azért fahéjesen. Én azért szeretem, hogyha érzik rajta, úgyhogy raktam is bele. Jó, nem kell túlzásba esni vele, mert akkor meg erős lesz. Kis aprók voltak, ezt a pennybe vettem, mert úgy, ugye most hétvége van, nem nagyon vannak nyitva ilyen zöldségboltok már, mire én már eljutottam a boltig. 3 darab vaníliát cukrot fogok beletenni. És rakunk hozzá kristálycukrot is. Jó, ennyi. És akkor várjuk, hogy itt szépen meginduljon párolódni, puhulni. Aztán összefogjuk a tésztával, ezt szépen összeállítjuk, megtöltsük a tésztát vele, megszurkáljuk a tetejét, és mehet besülni. Jövök mindjárt vissza, jó? Fú, de jó, hogy ott van. Van már faj is, ugye? És amíg az almánk párolódik, addig a sütőt 220 fokra veszem most fel, hogy jó meleg legyen, előmelegítjük. Addig már csinálok a sütőt? És mindjárt igen, majd közben ezt berakjuk sülni, ezt most megmutatom nektek, hogy hogyan is megy a folyamata, aztán pedig én hozzákezdek a fasíthoz, és ráírott magának, addig sülni a kis sütikénk. Na, el is készültünk az almával, hát mit mondjak, egy ilyen 5-6 perc alatt megpárolódik az alma, nagyon finom lett az íze, kellően édes, nem mondanám, hogy túl édes, viszont érzik jó a fahéj is rajta. Úgyhogy most össze fogjuk állítani. Kezdjük azzal, hogy a lapokat, amiket kinyújtottunk, azokat bele fogjuk így a tepsibe rakni. Mit? Belecsúsztassuk. Így. Hogyha ezzel megvagyunk, akkor az következik, hogy hozunk zsemlemorzsát és leszórjuk vele. Ki is vettem, úgyhogy nem kell olyan sokat rá rakni, csak így szépen megkintjük, hogy az almának még ami kijön a leve, azt a szépen fel tudja
szívni, így van. De semmilyen plusz ízt nem fog adni, meg nem veszel az ízéből, csak pusztán azért rakjuk rá, hogy az almánknak a levét feligya. Na, és akkor hozom az almát. Na, és akkor elkészült az almánk. Ilyen lett. Egyszerű verzió következik, szépen ráhalmozzuk. És egyenletesen eloszlatjuk rajta. Nyugodtan lehet több almát venni, sőt, nekem is többet kellett volna szerintem venni, de ez is elég. Hogyha nagyon almást akartok, akkor 2 kilótól többet vegyetek szerintem, mert amúgy is összeesik. Mondjuk igaz, mikor én almás sütök, akkor egy ilyen nagy szatyor almát szoktam megvenni, de mondom, nem volt nyitva az őtségese, de mondom, 2 kiló alma azért elég lesz. Hát most éppen elégnek elég, csak aki nagyon almásan akarja, akkor az tehet bele többet. Hát akkor, hogyha többen vannak, akkor dupla adagot csinálnak. Nem egy tepsivel, hanem... De amúgy nézzétek meg, pont kellően elég a 2 kiló, úgyhogy nem is tudom, mit beszélek én itt össze-vissza nektek. Szépen egyenletesre elsimítom. Csajok, ezt nagyon sokan várták nekem ezt a videót, úgyhogy ha most nézitek, akkor sorry, lányok, már tényleg régóta ígérem nektek. Na, megoldjunk ezzel a részével. Na most jön egy kicsit, hát, amit amúgy én se igazából szeretek, rá kell rakjuk a második lapot. Ez egy gyors és határozott mozdulattal fog rákerülni. Megpróbáljuk, jó? Na, akkor először is elveszed a kezed egy kicsit, fiam, úgy. Helyet cseréljenek a tészták. Azt így ide rakjuk. Nem, nem kell, majd egyedül ráborítom. Hogyha tudjátok, akkor itt tekerjétek fel a kis, mi ez, vágódeszkátokra, és akkor így oda illesztitek, és ahogy tekeritek, akkor így a papírral együtt így. Megvan. Nagyon jó! Nagyon ügyesek vagyunk. Na, és most ugye eligazgassuk. Mondtam, hogy tudjátok kicsit igazgatni, majd még húzogatni. Ami ilyen nagyon feleslegesen túllóg, azt nyugodtan le lehet vágni. Hát ezt így leszoktam vágni, és akkor így szépen rá óvatosan igazgatjuk, és hozom a villámat. Tetejét meg fogom egy kicsit szurkálni, hogy tudjon a levegő távozni, és így szépen át is sül. Így. És akkor így megvan szép szurkálva, és mehet a sütőbe 180 fokon. Hát szerintem egy ilyen jó 25 percig süssük, de hogyha tovább sütük, akkor úgy is fogom nektek mondani, hogy még mennyi perccel tovább kell sütni. Úgyhogy most megy sülni. Szóljon, ha már. Na, itt is vagyok. Közben vacsoratáim van. Keresztlányom és a kis Gréti is itt vannak nálunk, vacsoráznak, esznek a kis almás sütiből, a keresztanyú sütiéből, utána meg megyünk haza, már holnap iskola. Na, megmutatom nektek a sütit. Ilyen szép rózsaszín, aranybarnás szint kell, hogy kapjatok, ekkor van megsülve, úgyhogy ilyen lett a sütim. Én hoztam ide egy kis vaníliás porcukrot, amivel most meg fogom hinteni, és aztán felszeletelem, és megmutatom nektek, hogy milyen szép lett. Így ezzel nyugodtan le lehet vastagon szórni.
És akkor most felszeletelünk párat. Én amúgy hagytam egy kicsit hűni, igaz, hogy még hűhetne, de most már nem várok vele tovább, mert a csajok még esznek a sütimből, aztán meg visszük őket haza. Hát a szélét ki szereti, ki nem. Most én nem vágom a lányoknak oda. Így ide rakom. Úristen, Da Vinci, olyan izgalmas, olyan furcsa érzés, hogy itt most itt ülnek a gyerekek, és ennyire várják. Na és el is készültünk vele. Pár szeletet vágtam fel, hogy a gyerekek egyenek. Nagyon-nagyon finom. Csak ajánlani tudom nektek ezt a receptet, mondjuk egy pohár meleg tejjel, langyos tejjel. Ezeken az őszi napokon nagyon-nagyon finom. Amúgy is alma szezon van. Szerintem ez, oh my godness, olyan finom lett, gyerekek. Ki kell próbáljátok. Nem fogjátok elrontani, láttátok, milyen egyszerű az egész folyamat, meg kevés, viszonylag kevés hozzávaló kell. Úgyhogy mindenkinek ajánlani tudom ezt a sütikét, próbáljátok ki, és köszönöm szépen mindenkinek, aki velem volt ebben a videóban. Próbálok most már nektek majd sűrűbben jönni ilyen kis sütis, főzős videókkal. Még egyszer köszönöm, hogy itt voltatok, csókolok benneteket, sziasztok!